egy világrobbanás. A Higgs részecske sem vele, sem nélküle. Közvetítője a Higgs térnek, számítója milliomod részecske tömegének. A Higgs mező szervez, a részecske meg csak repeszt. A nagy hadronütköztető felfedezte, s kiderült létező eleme. De mi is ez akkor pontosan, amitől majd egyszer az univerzum se szó, se beszéd magába robban. Kísérletekkel könnyen bizonyítható, e bámulatos, skápráztató, 100 milliárd magas feszültségű gigaelektron volt, és zengett jókorát a mennybolt. Katasztrofális vákumot idéz elő, s a világegyetemben összecsuklik majd az idő, se hő, se férfi, se nő, semmi előkelő. Jókora nagy buborékmódra növekszik a gigant, s mindent magába szippant. Ez bekövetkezhet bármely időközön, s észre sem vennénk, hogy jön. Akkor majd a világegyetem elveszti stabilitását, s mi sem várunk már több át. Az univerzum beszippanása mindig fennállt, ezért hát aludjunk rá még néhány könnyű órát. Altatónak hozzá nyúz a Higgs boson blues. Így lesz végül az univerzum egésze egyé végleg, akár tudod, akár hiszed. Keltezés ideje 2015. március 13. péntek éjfél előtt.